A bringán nyerekben a bringás számláva jó. Legalábbis a közlekedési szakember szerint, aki tudományosan közelíti meg a kérdést. Ismerem a módszertanát, írtam már róla a tankönyvet is, úgyhogy én próbálom tanítani is, meg csinálni is. Van-e élet az autós közlekedésen túl a nagyvárosban? A forgalmat igyekszem elkerülni, ne kelljen a dugóba állni, meg legyen a testmozgás, kevésbé szennyezem a környezetet. Persze a vizsgálat célja, ez nem csak egy pillanatkép felvétele. A folyamatok elemzéséből nyerhetünk választ a jövő kérdéseire. Budapesti közlekedésben résztvevőknek a részarányai azok 2030-ig bezárólag alakuljanak át valahogyan. Tekerint át vissza a jövőbe. Mi a számok mögötti sztorikra is kíváncsiak voltunk. Amikor elkezdtem Budapestet kiprizni, az egy kicsit izgi volt, hogy szoknom kellett, mert féltartottam tőle, féltem, hogy milyen lesz, hogy itt vadabbak, gyorsabbak az autósok, de aztán a rutin gyorsan megy. Minden nap szoktam suliban, meg haza, meg hogyha megyek valahova suli és otthon között. Igazából a barátaim viszik bele a bringázásba. Nagyon bringás vagyok, minden nap kerékpározom, amikor éppen nem ütnek el. A munkahelybe járásra minden nap Blitzaljal megyek oda-vissza. Autót nem nagyon használok az ilyen menetekre. Egyre többen, egyre többet tekerünk tehát. És hát számokból ért az ember, ha már érvek szükségesek a város közlekedés szervezésének újragondolásához, bringasávok létesítéséhez, vagy megtartásához. Hallottam ilyen véleményeket, hogy meg kell szüntetni, olyan véleményeket is, hogy nem kell megszüntetni, és hát ugye mérnöki szemmel nehéz ezt mondani, hogy akkor jó, persze, neked van igazad, valami számokat produkáljunk, aztán majd meglátjuk, hogy kinek van igaza. Úgyhogy mivel más nem produkált ilyen számokat, ezért gondoltam, hogy akkor elkezdek majd én ilyet csinálni. Hogy jut eszébe valakinek, hogy ilyeneket csináljon? Én közlekedésmérnök végzettségű vagyok, közúti közlekedésmérnök. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanítok közlekedési rendőröket. És a közlekedési rendőröknek a műszaki jellegű ismereteit próbálom egy kicsit bővíteni, mert azt is látniuk kell, hogy nem csak jogszabályokból áll a munka, hanem vannak fizikai és ilyen forgalomszervezési tényezők is, amiket ismerni kell ahhoz, hogy hatékonyan tudják végezni ők is a munkát. Ahhoz pedig, hogy igazán hatékonyak legyenek, tudniuk kell következtetéseket levonni a forgalomszámlálás adataiból is. Néhány apró műhelytitok, ha le akarnád ellenőrizni Péter számait. A hétköznapi csúcsidei forgalomszámlásokat a hagyományos módszertan szerint, hogy hétvégén szombat délelőtt van egy ilyen csúcsforgalomnak mondható dolog, meg vasárnap délután, hétköznap pedig reggel, a délutáni az pedig 15:30-18:30-ig. És ebben úgy nagyjából benne van az egy óra, amikor biztos, hogy csúcsforgalom van. Tehát amikor legjobban ki van használva az adott infrastruktúra. Gondoltam, hogy akkor ezt utókövetni kéne, és ezért ezt 3 havonta ismétlem, ezt a mérést. Na de mik a számok? Amit előirányoztak a város szempontjából 2030-ra, hogy a kerékpáros közlekedés 5%-ot érje el, az a körúton már télen is megvan. Nyáron voltak olyan órák a mérésben, amikor a 30%-ot ért el a jármű egységre vetített szám. És milyen következtetéseket lehet ebből levonni? Ez nem megy úgy, hogy megkérjük szépen az autóvezetőket, hogy akkor ne, hanem inkább valahogy máshogy, hanem ennek infrastruktúrális oldala is van. És ez a nagykörúton nagyon jól szemmel követhető, mert eddig, ugye a kerékpársáv létesítés előttig volt az egyéni motorizált közlekedésnek 3 sávja. És azért ez nem egy kimondottan igazságos elosztása a közterületnek. Viszont azt sem lehet csinálni, hogy akkor majd perccel lebontjuk a szélső házsorokat, és akkor majd ott lesz kerékpársáv a helyén, mert minden érdekellentétet szül. Érdekellentétet szül az is, hogyha az egyéni motorizált közlekedésnek nem kedvez a forgalomszervezés. Érdekellentét az is, ha villamost szüntetnénk meg, házsorok lebontása meg hát nyilvánvalóan. Úgyhogy valakinek valamilyen áldozatot hozni kell, és ebben az esetben, a nagy körút esetében a egyéni motorizált közlekedésnek volt a legnagyobb tere. Tehát én nem érzem ezt olyan igazságtalannak, de ugye jönnek ilyenkor azok a hangok, hogy de nincs is kihasználva. Miért fontos tehát kerékpáros szemmel, hogy újabb és újabb kerékpáros infrastruktúrák, kerékpársávok és utak bringás nyomvonalak kössék össze a fő közlekedési csomópontokat? Ahhoz nagyon nagy szerencse kell, hogy tényleg úgy tudja használni az ember a bicikliét, hogy munkába oda-vissza, mert ez nagyon nem mindegy, hogy hol lakik, hogy milyen úton tud végigmenni, ott van-e bringaút, vagy bringaútnak nevezett rész, vagy olyan az út, ahol el tud menni. A Bringás Brigantik fő támogatója a Generália Biztonságért Alapítvány.